Szavasz, üdvözlöm mindenkinek azon a szép napon, reggelen, délutánon, ugye attól, amikor nézitek. A Lukasz éppen ebédel, szervusz, nem más teszik, mint megnézzük, mit teszik. Rizs teszik, ilyen valamivel, mi ez, csirke szárnya, meg olyan répával, meg olyan dolgokkal, amit én annyira nem szeretek. Ezt nem szeretem, hát ezt a zöldet. A répát azt szeretem. Ja, tessék. A répa nem azt tud, a répa az jó. Amúgy. Most már lehet, hogy tudjátok, lehet, hogy nem. A múltkor megosztottam a Facebookon egy fényképet, nem másról, mint egy autóról, egy Mitsubishi. Náltuk úgy hiszem, úgy hívják, hogy L200-as, vagy 2000-es. Ez egy autó. Ugye a múltkor kérdeztem tőletek, na nehogy autó, na mire, megint beszélek végeket. A múltkor kérdeztem tőletek, ugye, hogy mit szólnátok, hogyha lecserélnénk a Fordot, mert most elég jó árt kapnák érte. Mire léptem rá, valami ragaszóra. És nem tudom, komolyan mondom, hogy ez a Ford, ami nekünk van, ez az utolsó modell volt, most már nem lehet kapni egyáltalán, és ugye elég jó áron mennek. Ezért gondoltam, hogy lehet, hogy el kellene adnom és lecserélni az autót, végülis a Fordra nincs úgy bajom, semmi bajom nincsen vele. Van a persze hibá, ilyen apróságok, de egy pár dolog mondjuk hiányzik belőle, de végülis a Fordot azért választottuk, mert az erő miatt rettentően ugye erős autót szerettem volna akkor, de na mindegy, szeretek adni-venni dolgokat. A lényeg az, hogy elmegyünk és megnézzünk egy pár autót, és hogyha találunk egy olyat, ami megtetszik, lehet, hogy becseréljük rá. Kérdésem a következő. Mit szóltok ezekhez az autókhoz, amiket most el fogunk menni megnézni? Tehát a Mitsubishiről mutatok egy képet, ugye ez egy ilyen terepjárós valami autó, ilyen platós, és ez az autó nekem tetszik, ez egy ilyen külön kiadású autó. Amiértől egy kicsit félek, ilyen autó még az életben nem volt. Ez egy dízel autó még az életben nem volt. És elég nagyocska, de nagyon jól tud húzni, lehet pakolni. Nem tudom, lehet, hogy jó lenne nekünk, lehet, hogy nem. Nem tudom. A következő autó, amit még meg szeretném nézni a Mazda CX-3-asat. Tudom, hogy ez egy nagyon kicsi autó, nem az, hogy kicsi, de kisebb, de tetszik nekem fehér színben, fekete kerékkel, fekete-fehér, nekem mindig tetszik, hogy a piros-fekete, ahogy tudjátok. Azt akarom ma elmenni megnézni. Megnézném lehet még a CX-5-öset is, ugye a Mazdákat megnézni, amit csak létezik a Mazdákat, csak így gyorsan megnézzük, ugyanis nem túl sok időnk van. Ugyanis a Lukasz most jött haza az iskolából, én épp hogy hazajöttem a munkával, csak gondoltam, hogy elmegyünk, mert van egy kis időnk és körbenézünk. Aztán néztem még a Kiát is, ezt a Sportage-ot. Nem tudom, hogy nálatok, hogy hívják, vagy van egy ilyen terepjárószerű, nagyon sok jó dolog van hozzá, vagy van benne, tehát lehet, hogy ezt is megnézzük, ha nem ma, majd holnap. Tehát az elkövetkezendő egy pár napban lehet, hogy ilyen autós videó lesz, egészen addig, ha csak most be nem megyek a Mazdához és meglátok egyet, és azt mondom, ez nekem kell, vagy ez nekünk kell, mert annyira megtetszik, és jó az ár, jó minden. Lehet, hogy elcseréljük, vagy becseréljük, majd meglátjuk. A kérdés az, hogy mit szóltok ti hozzá szerintetek, ugyanis mindenkit ugye kérdezek a családban, minden, hogy melyik autó illene mi hozzánk, vagy melyik jó, vagy melyik nem jó. Ugye dízel autó még sose volt, nem tudom, hogy jó a dízel, vagy nem jó a dízel. Tudom, hogy kevesebbet eszik, mint a benzines, de na minden, ma meglátjuk. A gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Ugye Mazdám az már volt, én szeretem a Mazdát, Kián volt. Az az autó volt leghosszabb ideig, tehát azt is majd megnézzük. Mitsubishim is volt, kivéve ilyen nagy. Na minden, megyünk! Húzom a szemüvegemet, ugye húzzuk a cipőt is mindjárt, és húzom a szemüvegemet, hogy fel tudjam rakni, és az autót meg tudjam nektek mutatni belül. Húzzuk a cipőt, Davis elhúzta a cipőt. Amúgy egy páron hiányolták már ezeket az autós vlogokat, kérdeztétek, hogy mikor lesznek, úgyhogy most valószínű, hogy lesznek. Ahogy mondtam, nem szóval olyan nagyon túl sok autót ugye meg fog nézni. Mondjad, mi a helyzet? Ja, ott az ajtó, de várjál, hát más még léz, a Lukasz még ott iszik, látod? Ahogy mondtam, nem olyan túl régen, ugye megnéztem minden autót, még miatt vettük a Fordot. A Fordot amúgy most vettük februárban, tehát nem olyan túl régen. Most csak újra megnézzünk egy párat, és gondoltam, hogy elviszünk titeket is, hogy hát, ha érdekes valami dolgot láttam ugye az itteni autókra, ami mondjuk nálatok nincsen, vagy másképp van. És na mindjárt, húzom a szemegemet, aztán menjünk! Megérkeztünk, itt vagyunk a Mazdánál, ott van a Skoda is a túloldalt, ugye most ki fogunk szállni, és körbenézünk gyorsan. Aztán megyünk tovább, na én egy autó.
Come along with me. I'll show you. A Mazdát, remélem, hogy láttatok belőle valamit, próbáltam ugye a szöveggel filmezni, remélem, hogy sikerültek a felvételek. A hármas, megnéztük a méretet, végülis az volt a fő oka, hogy ma idejöttünk. Én azt hittem, hogy kisebb lesz, de végülis nem olyan pici, komolyan mondom, kisebb ugye, persze, kisebb ugye, mint a Ford, de végülis beleférünk, tehát beült a család hátulra, én beleültem előre, és tetszett, főleg a fehérbe, azzal a fekete kerekekkel, meg a spoilerrel, nem tudom, láttátok, de vagy nem, de rettentően tetszett nekem az a felszereléssel. Úgyhogy ma meglátjuk. A hatosat nem néztük meg, majd megnézzük valószínű, hogy holnap. Most megyünk és megnézzük a Kia-t. Ide valóban meg fogunk állni, ugyanis itt van a Ford, mellette van a Kia, a Honda, aztán nem is tudom még mi van mellette. Várja, megfordulunk. Na megjöttünk, ugye felveszem a szemegemet és megnézzük ezeket a Kia-kat. Készen vagy? Lukasz, mi van, alszol? Nem. Tetszett neked? Ja. Melyik a hármas tetszett? Mert nézzük az ötöset is. Az ötös az ugye nagyobb, de árba jóval több. Úgyhogy, na mire, meglátjuk, menjünk, nézzük ki. Megnéztük a Kiát, közben hazavittem a családot, legalábbis a feleségemet meg a Davis-t. Lucas, mit gondoltál? Te nem tudod. Megnéztük, nem rossz a Kia, nekem tetszik a Kia, a Mazda. Kívülről jobban tetszik a Mazda szerintem, legalábbis nekem, főleg azzal a fehérrel, a fekete kerékkel, vagy még pirosba is, azokkal a mindennel, ugye egybe, rettentő szép volt a Kia. Nem annyira tűnik ki ugye a többi autó közül, mondjuk, mint ez a Mazda, hogyha ugye olyan felszereléssel van, de amikor a Kia-ba beülsz, akkor az inkább olyan autósabbnak néz ki, ilyen nagyobbnak néz ki, mint mondjuk mind a Mazda. A Mazda ahhoz képest egy ilyen kisebb, inkább gyerek
játék, mondanám. Úgy, mint az MX-5. Tehát az MX-5 is, hogyha abba beleülsz, vagy ebbe beleülsz a Fordba, az MX-5 az ilyen kis, pici kis gokart. A CX-3-as, ugye, amit néztünk a Mazdába, körülbelül az is olyan, aki jához képest. De nem tudom, nekem lehet, hogy még mindig jobban tetszik, igaz, hogy kisebb. Nem tudom. Na minden, majd meglátjuk. Jelenleg megyek a szüleimhez, aztán majd megyünk hazafele. Aztán, na várjál, remélem rendesen látok. A múltkor valaki kérdezte, nem is valaki, többek mondták, hogy miért nem mondok árakat. Úgyhogy mondok árakat. A Mazda CX-3-as, amit néztünk ugye legelőször, az a fehér. A legeslegjobb változatot néztük, és $37,000-ról le van árazva 32-re. 7 év garanciával, nem, 5 év garanciával jön? Ja, 5 év garanciával jön. Na, leáraszták 37-ről 32-re a legjobb változat. A Kia, amit néztünk, a legjobb változat $47,000, de leáraszták 42-re. Legalábbis azt mondta az illető, hogy annyira lehet, hogy oda fogja tudni adni. Úgyhogy végülis $10,000 a különbség, annyi, hogy a Mazdára én szeretnék még kereket, szeretnék egy pár ilyen ugye, dolgot, ami extra $2,000-3,000 talán, de akkor úgy néz ki, ugye, amilyet én szeretnék. A Kiára ilyeneket nem lehet, kereket lehet rakni, de amúgy más nem. Úgyhogy csak gondoltam, hogy megemlítem az árakat is, és na minden, mindjárt zöldben, úgyhogy megyünk. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, közben lement a nap. És holnapra megint esőt mondanám, képzeld el, egész héten esett az eső, szinte minden nap, ma is esett az eső. Egy kicsit most kisütött a nap itt délután, holnapra megint esőt mondanak. Itt van ez az ez az a téli idő, de most itt inkább ilyen őszies, ugye tavasznak ilyen, hogy legyen, de nem tudom, hogy megborult az idő, és ilyen télies, őszies idő van inkább. Bár nincs olyan hideg, az a jó, hogy nincs olyan hideg, csak ilyen esős idő van, és az esőnek nem most kellene lenni. Na minden! Ma jövő hétre már talán mondják a jobb időt. Úgyhogy én ezt a mai videót itt most lassan befejezem. Ez a mai videó egy kicsit lehet, hogy ilyen rövidebb lett. És gondolkoztam délután, hogy videózzak-e ma, vagy ne videózzak, de mondom, hogy ha nem videózok, akkor egyáltalán nincs videó. Úgyhogy inkább egy ilyen rövidebb, vagy másfajtább videó mégis jobb, mint semmi. Szerintem. Na minden, gondoljátok, akkor írjátok meg ide a videó alá, hogy mit gondoltok, ugye, melyik autóról, vagy hogy egyáltalán becseréljük, vagy ne cseréljük. Bár tudom, hogy mondtátok, hogy tartsátok meg, bár sokan mondták, hogy cseréljétek be. Vegyetek BMW-t, vegyetek Mercedes-t. BMW-t, Mercedes-t, ilyen autót ugye nem veszek, ugyanis rettentő drága itt mi nálunk, meg sose voltam oda, se a BMW-ért, se az Audi-ért, se a Mercedes-ért. Lehet, hogy azért, mert nagyon drága, és annyit nem akarok azért költeni autóra, tehát én szeretem a Mazdát. Ugye Mazdám már volt, én szeretem a Mazdát, Kia-m már volt, én szeretem a Kiát, Mitsubishi-m is volt, azt is szeretem. Az a baj, én minden autót szeretek, hogyha szép. Na ugye, ma meglátjuk, hogyha gondoljátok, ide írjátok meg, hogy ti mit gondoltok. Már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!